Sepia kaynağı kimden Darim var yok. Ez pedig az Automation Empire folytatása. Lássuk. Abszolút semmi nem jön ide be. Nem túl egészséges. Se baj, van 1 millió bevételünk. Tervigye, itt van arany, szén, vas, mert szenet igazából itt is előállítunk valamekkora mennyiségbe. Jó. Mennyire közel van másik vas vagy szén? Hát igazából behozhatjuk azt a szenet, azt hiszem. Na, és akkor kell nekünk egy viszonylag nagyobb acskabb gyár. Nem biztos, hogy kell ekkora alapterület, de sose fog ártani. Jó. Egyenlőre ennyi. És abból csinálunk szenet. Vagy mi ez vas? Oké. Szippantó. Csak szippantó. Kell ide. Kieresztő, ládagyártó, finomító. Oké. És akkor ezt szépen-szépen dolgozgat. Nem fog száguldani, de nem is az a feladat, hogy száguldjon. Itt még hagyjuk a erőforrásokat futni. Jó. És egy léptető. Remek, akkor itt van vas.
Persze, hogy nem találunk be. Oké. Szippantó. De azért nem sikerült elsőre jól leraknom. Ó, most már ki is írja, hogy azért szüttyög, mert ment. Az is valami. Kutatásokhoz üzemanyag. Arany, acél, acél készül, szén megvan, arany megvan. Gyakorlatilag ide kell acél, meg ide kell acél üzemanyag kapacitor, plusz ez az etanol. Azt gondolom olaj meg valami, olaj és vörös gabona, mert mi más lenne. No de. Mi kell nekem? Egy kombájner, ha megtalálom. Oké. És ahhoz kell oké, kiöntő. Valószínűleg nem ez a leghatékonyabb módja, de most nem fogok trükközni egyéb módokon. Azt majd meglátjuk. Feladatot ellátja. Jó. A másik, ami kell nekem, a szénnel dolgozna ugyanígy. Itt halmozunk fel minimális mennyiségű szenet, de az kell oda, hogy acélt gyártsunk. Jó. Akkor itt szedünk egy szénbányát. Csak egy picit lesz hosszú. Na jó. Akkor gyorsítsuk meg azáltal, hogy megemeljük. Nem is tudok. Most ez komoly.
megvan, csak nem olyan egyértelmű. Teljesen logikus lett volna, ha ugye ez a kettes magasság, jó. Nekem aztán oly mindegy. Épp hogy befértünk a szélébe. Jó. Akkor kell egy lift lefelé. Egy shift. Egy szippantó. Egy doboz. Na, és akkor már gyűjthetünk szenet. Gazdaságunk hogy áll még? Még jó. Még belefér. Vonat. Ezt meg is vehetjük, ezt a konnektort. Ó, oh, és akkor ezzel lehet megspórolni ezt az egész bohóckodást. Azt hiszem. Én nem tudom, hogy hol gyártom, hol használhatom. Ugye? Ja. Na mindegy, most már megoldottuk ezáltal. De azért nem örülök. Jó. Megérkezett? Hogy még mindig nem érkezett meg. Ja, hogy nem érkezhet meg, mert ott nincs töltőnk. És az a hiány az egyenlőre a teljes erőforrásunkat lezárta. Ups, azt nem akartuk. Oké, akkor ez nem így működik, nem ennyire egyszerű. Na, mi kell nekem? Még egy kombájner. Ez lesz mondjuk a zöld. Határozottan nem tiszta.
Pedig megérkezett hozzá. Csak... nem zéró idővel. Kettő. Hát ezt most így nem teljesen tiszta nekem. Hogy kéne ennek működnie. Oké, okay, működik valamennyire. Csak... csak lassan. Mondjuk itt is van kettő. Jó, azt hiszem működik, csak problémásan, na. Vagy hát nem annyira tisztán, mint szeretném. Csak ez lesz a kék. És akkor kell ide nekem egy kék. Ha minden igaz. Doboz. Etető. Upszi. Ezt elszúrtuk. Mert ezt előtte föl kellett volna még dolgoznunk. Mert ez csak sima szén. De nekem szén... hogy hívják kell? Szénpor. Vagy mi az? Feldolgozott szén. Ahhoz kell egy dobozoló, egy finomító, és ahhoz kell egy szippantó. Kell egy szippantó is, mondjuk ide, meg egy kiöntő.
Okay. Egy pici még haladhat, sok már nem. De nem is kell soknak haladnia. Egy még kéne ide. Oké. És akkor ez itt a minőségi szén, igen. Ahhoz kell egy zöld doboz. Doboz. Zöld. És akkor itt készül acéllemez. Ó, de nekem nem acéllemez kell. Jó. Ismét. Mert ide acélüzemanyag kell majd, az aranyüzemanyag kell majd. Ahhoz. Hát előbb-utóbb azért összerakjuk ezt a misztikumot, hogy megfelelő anyagokat rakjak a megfelelő pozícióba. Nem gyorsan, mert az nem megy. De előbb-utóbb azért összerakjuk. No. Okay. És akkor hogy lesz itt nekem megfelelő? Szippantó. Ja, hogyha szippantót rakok le, akkor némileg hatékonyabb az így. Oké. Okay. De kell egy pisilő. Egy sasszé, hogy betaláljunk a csőhálózatba. És adjunk egy ládát. Az feltölti a aranyüzemanyagot. Ami kitölti majd ezt, remek. És meg szuper gyorsnak nem kell lennie, csak működnie. Annyi az összelvárás. Na és... megjelent az aranyüzemanyag, helyes.
a másikon meg majd megjelenik a kapacitor, aztán soha napján letermeljük a 300-at. Na, elvileg dolgozik akkor az ügy. A nyereségünk az drasztikusan megcsappant, de hát minden nem lehet meg. 800 ezer kéne ide, kutatópontból. 2 millió majd ide. Illetve 600 ezer ide. Fincsi a vonat. Mikor a vonattal valószínűleg meg leszünk, utána a 12 millióval, úgyhogy addig csak a üzemanyagot kell előállítanunk. Az olajkúthoz víz meg gyakorlatilag már csak mennyiség kérdése. Úgyhogy erre a 800 ezerre fogunk haladni leginkább. És az első kapacitor meg is jelent. Remek. Na hát akkor összeraktuk. Kissé nagyobb, mint kéne. Közben megnéztük ezt a szállítót. Működik, és egyébként drasztikusan segít majd ezekkel a kombájnerekkel. Némileg átláthatóbb és tisztább gyárakat létrehozni. Igazából valószínűleg ezt nem is fogjuk piszkálni, majd valahol létrehozunk egy nagy vasútszállítót. Nem tudom hol. Majd meglátjuk, itt lehetne mondjuk egy szép nagy vasúti beeresztőt. Még itt is van szén, bőven, meg ott van szén. Hát meglátjuk. Persze idővel ugye a kutatás azt ugye, hogy van, föl lehet számolni. Egyelőre nagyon sok erőforrást elpazarolunk a kutatásokhoz. Mára ennyi, folytatjuk innen legközelebb.